minden irányba mindent lehet majd csinálni. Mutatja az egyik új röntgengépet Bodnár Imre, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója. Azt mondja, a beépített gép nem csak modern, hanem felhasználó barát is. A berendezést minden irányba lehet forgatni. A modern eszközökkel pontosabb képalkotó diagnosztika válik lehetővé, miközben kisebb sugárdózissal dolgoznak, mint a régi gépek. Ezzel sokkal jobb lett a betegfelvétellel való kapcsolat, illetve a leletek átadása a medikai szoftverünkben, sokkal gyorsabb, rugalmasabb. Maga a készülékekről annyit kell tudni, hogy jóval alacsonyabb sugárdózissal tudnak dolgozni, jóval nagyobb teljesítmény mellett, sokkal kisebb a betegnek a sugárterhelése, sokkal élesebb, pontosabb képet ad és jobb diagnosztikát tesz lehetővé. A beruházás Süli János, a Paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője közben járásával valósult meg. A miniszter az átadón kiemelte, fontos a Pakson élők, dolgozók és az odaérkezők egészsége, kulturált kiszolgálása. Ezért a kormány és a városvezetés sokat tesz az alapegészségügyi ellátás fejlesztéséért. Ez a beruházás is ezt a célt szolgálja. Ezek azok a beruházások, amik elősegítik az, hogy akár a jelenlegi lakosság, akár az ideérkezőket kultúrált módon úgy szolgáljuk, hisz elhangzott ezek a berendezések már fele, sugárterheléssel dolgoznak. Évente 13,500 felvétel készül a Paksi Gyógyászati Központ röntgenosztályán. Ez a szám tovább nőhet a pandémiát követően. Ezért is fontosak ezek az új diagnosztikai eszközök, emelte ki az átadón Szabó Péter, Paks polgármestere. A mostani beruházás egy nagyon fontos lépés volt, én azt gondolom, a betegellátás területén, hiszen 250 millió forint értékben szereztünk be két röntgengépet. Ugye több mint 17 éves röntgengépeket cseréltünk le. Pakson folytatják az orvosi rendelők fejlesztését. Egy új rendelőintézet kialakítását is tervezik, ami a Paksi atomerőmű bejárata mellett kapna helyet. Itt nem csak a dolgozók, külföldről érkezett munkavállalók foglalkozás egészségügyi alkalmasságát vizsgálják majd meg, hanem a különböző betegségekre is le tudják majd őket tesztelni.